Sziasztok, Felem vagyok, ez pedig a kritikus együttműködés 11. része. És mielőtt belemennénk, gyorsan elmondom, hogy sokan kérdezitek valamiért, hogy vége van a sorozatnak, lesz-e még ilyesmi, tehát mondjuk a heti buktával is ezzel kapcsolatban. Természetesen mindegyik menni fog tovább, egyszerűen, hogyha jön hozzá jó visszajelzés, akkor fel fogom rakni. Úgyhogy mindegyik sorozat él és virul, úgyhogy ne aggódjatok, menni fog ez. Na, nézzük is a jelenlegi visszajátszást, amiben L. Martin, Genkai és Gubi 8 fognak játszani, és L. Martin az M46 Patton-ben lesz, és őt fogjuk követni, legalábbis kezdetben mindenképpen, és utána a Genkai és Gubi 8 pedig a T-54 E1-ben és a Tortoise-ban versenyeznek, és ez egy 9-es szintű meccs. Na most az M46-os azt hiszem egyszer már szerepelt, ez a 9. szintű amerikai közepes tank, ugye a Pershing után. Nemrég volt egy Pershinges visszajátszás, úgyhogy ezt talán most adja is magát, hogy egy M46-ot nézzünk most meg. Ugye ez egy megint csak nem túl jó páncélozott, viszont igen jó ágyúval rendelkező tank, ami nagyon szeret dombok mögül kikukucskálni, és a gyors tüzelésű, pontos és hát viszonylag pontos, és jó nagyot oda sózó ágyújával szemétkedik az ellenséggel. Igazi alattomos tank megint csak, akár csak a Pershing. Na nézzük is, hogy mi történik itt. A pálya az Airfield, és elindulunk. Úgy tűnik, hogy Martin ugye fel akar menni arra a bizonyos dombra, ahol általában össze szoktak ütközni a felek. Mindjárt a játék elején még Genka a T-54 E1-jel oda a központi dombra megy, és nem tudom, hogy a teknős békánk végül hol fog kikötni, de úgy tűnik, hogy ő is ebbe az irányba kacsingat talán. Kicsit kevesen érkeznek ide Martin mögé, egy Type 59-es jön, ami ugye alapvetően jó, de a nehéz tankok kicsit messze vannak, és van itt mindjárt egy 59-16-os, aki felfedezett bennünket. T-54-1 tömeg kapunk egyet mindjárt az órunkra, hogy nem, te oda nem mész fel. Pedig nagyon szerettünk volna, biztos vagy benne, de jobbra fel a dombra az ember felmegy, onnan nagyon szépen lehet mesterlövészkedni, csak az beérsz, hogy fel kell odaérni. Ups, itt meg itt meg egy jagdpanzer mögöttünk, az 59-16 lövöldöz ránk. Oké, jagdpanzer kapott egyet. Ugye itt a nagyon jó ágyus ügyelés igen jót tesz nekünk, ezen a kis dombocskán. Csak az a baj, hogy folyamatosan látnak bennünket, lehet, hogyha járt ide sóz egyet. Igen, a jackpotter meghal, de mi is kaptunk egyet az oldalunkban, már is elvesztettünk 700 HP-t majdnem. Úgyhogy ez nem volt a legjobb csere, sajnos. T-54, egy tömeg, mert kaptunk egyet az orrunkra, az ember nem szeret belállni még egy ütésbe általában. Szemét kis 59-es. Kis scout tank. De jobb beálltad a szikla mögé. Az embernek tényleg a tüske a talpában rendesen, hogyha ilyen helyre beállnak, mert folyamatosan látnak bennünket. Most kijött és... Upszi! Felrobbantottuk. Bocsika. Oké. Okay. Eddig 2-1 semmi gond. T-54-1 úgy tűnik, hogy behúzódott oda hátra, úgyhogy talán most fel tudunk ide jönni. Ez azért veszélyes, mert szemben, hogyha áll valaki a dombon, akkor ez az egyik legveszélyesebb hely a pályán egyébként szerintem. Egyrészt onnan szemből a jackpanter mindjárt ránk sózhatna. Szerintem nem tette meg, később látott meg. Másrészt, hogyha oldalt, a dombot megszerzik az ellenfelek, akkor onnan is kaphatjuk az áldást. Egy kicsit félelmetes ide kijönni. Na, pont nem látjuk rendesen a Jagdpanther 2-t, de szerintem ő sem minket. T-54 hátába, és szerintem nagyon ügyesen csinálja Martin, hogy itt előre tör és kihasználja azt, hogy senki nem figyel rá. Ez egy nagyon jó pozíció itt. Oké, T-54 meghalt. Most tudjuk supportolni a Type 59-est. Aki sajnos most meghalt. Kellemetlen. Jagdpanther, kinézünk. És sokáig vártunk szerintem. Megúsztuk, oké. Okay. Ez a baj ilyenkor, hogy szinte ez ilyen reflex játékká válik. Nagyon gyorsan oda kell lőni, mert különben nagyon gyorsan kapunk egy nagyot. Új, oké, okay, megint megúsztuk. Szuper. 2500 sebzés már kiosztottunk. 3 killünk van. Ajaj, kicsit, igen. Kicsit túl korán jött ki Martin, úgy érzem, tehát mielőtt még betöltött van az ágyúja. Egy milliméterrel később jövünk ki, vagy egy másodperccel, akkor talán nem kapunk az oldalunkba egyet. De nem baj, Jagdpanther 2 meghalt. Olyan jött egy T-44, utól is kaptunk egyet. Ugye azért nem túl jó ez a hely itt, mert ha lefele megyünk, akkor az nem csak a torony látszik ki, hanem a tank eleje is. De esetben már van 4 killünk. És majdnem 3000 sebzésünk. Csak óvatosan itt Martin, mert... Ajaj. Oké, okay. Megpróbálja ellövetni a T-44-est. Oké, okay, elment fölöttünk, szuper, most ki tudunk lesni. És a T-44-es is tudja. Hopp, és kapott egy jó nagyot, a tornyán keresztül átlőttük. Ez egy elég komoly ágyú, elég jó pennel. És elég jó sebzéssel, tehát azért 9-es szintű ágyúról van szó. Illetve 9-es szintű tankról, nem tudom, az ágyú lehet, hogy 10-es. Egyébként, hopp, az ilyesnek 95 HP-ja. Ezt még talán gyorsan le tudjuk lőni úgy. Nem tudom, mit csinált, azt visszanézegelődött.
ez 3337 sebzés és 5 kill eddig. Nézd, teljesen jó, de már csak 243 HP-nk van. És alattunk itt a jobb csak 704. Nem szó szárom a másik oldalon, vigyázni kell itt, mert itt látni fognak. Oké. Okay. Látjátok, az M40-et elég mobil, tehát ez nagyon jó, ki lehet használni, és ki is kell, mert különben ebből sok mindent nem tudtok tenni. És... hopp! M103-ról lepattant, ugye ez a tipikus dolog, ami velem sose történt meg, amikor az M103-mal játszottam, bárki rám nézett, azonnal átütött. De itt persze most nem így történik. Megpróbálunk lemenni az objektre. Kicsit még lejjebb, lecsúszunk, belelövünk, és maradt 14 HP-ja. És ő a nehezebb. Úgyhogy nem sikerült fellöknünk, de nem baj, meghalt. 10-9 az állás, nekünk van 3700 sebzésünk. Kiné... Igen, a T-44-es. Az előző kis tornyon lövésért megbosszult bennünket, de semmi gond, Martin meghalt, de itt van még a tortóz, illetve a T-54-1. Úgyhogy mindig van esélyünk. 5, 7 és 8 killünk van eddig, 10-10 az állás. Nézzük Genkai mit csinál itt a T-54-ben. Ugye ez is egy 90 szintű közepes tank, és ez is amcsi, csak éppen ez az a dobtáros változat. Hopp, és a 152. Kicsit veszélyes, hogy az eltalál akár majdnem meg is ölhet bennünket egy lövéssel. És a hátunk mögött meg volt egy jagdpanther még az arab. Kicsit veszélyes helyzetben vagyunk itt két tűz között. Ugye ez van, és ott is a jagdpanther. És hopp, egy lövés, két kapunk egyet, semmi gond, mert mi gyorsabban lövünk, haha. Oké, okay, kettőt oda, egyet ide. Igazi akció, és ez a T-54-1-es, lövünk jobbra-balra, és mindenhol hullanak az ellenfelek. Úgyhogy ez eddig 10 kill, és még két darab ellenfél van. Úgyhogy nagyon jó esélyünk van arra, hogy meglegyen a kritikus együttműködés. Ott egy kis Volkswagen Panther, illetve Tiger, nem tudom miért Panther. 88 HP maradt, és az a gyanúm, hogy a T-54-esből kifagyott a lőszer, illetve hogy most tölt. Hosszú töltési idő, de van 249 HP-ja, úgyhogy esetleg megpróbáltam neki menni. Úgyhogy Genka is így döntött, és majdnem belehalt a dologba, de megvolt. Oké, okay, ez eddig 6, 5, 11 kill. És már csak egy kéne, a T-44-es, ez a kis szemétláda ott hátul, már a bázisunkon van. És reméljük, hogy senki nem akarja bekepelni a bázis, mert akkor így van, már írják is. Martin írja, hogy ne keppeljenek, mert hát csak egy kill kéne a kritikus együttműködéshez. Ilyenkor azért tényleg érdemes odaadni az ellenfélnek, hanem a társainknak, hogy legalább ezeket a medálokat megszerezhessék, hiszen semmiben nem kerül. Néha az ember nem figyel oda, de hogyha már egyszer beírják, hogy ez van, akkor tegyük már meg nekik a szívességet. És úgy tűnik, hogy itt ezt meg is teszik. Itt jön a T-44, a tortusz pont ott van. És full életen is van, úgyhogy szegény T-44 igen nagy bajban van. Nem mint a különben nem, mert mi van egyedül, vagy hat tankkal szemben, vagy négyel igaziban most már csak. És itt jön, lássuk sikerül-e Genkainak lelőnie, vagy a tortozója lesz. Igaziban mindegy, mert mindenképp a miénk. És ráfutunk, bum, mehet közben, és megvolt. Na tehát 4-3-5, szóval nagyon szépen elosztott killek voltak ezek. Az elején szerintem Martin ügyesen csinálta a patternnel, főleg a mobilitását nagyon jó használta ki, az egy kicsit talán problémás volt, hogy egy-két apró hibát követtünk el, ami egy ilyen tankban általában a halálunkhoz vezet, és ez itt is így történt. Tehát, ha nem tudjuk csak a tornyot kitenni, egyrészt az általában bajba hoz bennünket, másrészt pedig tényleg csak akkor érdemes kidugni az ornunkat, ha tudunk is lőni, tehát ha két másodpercet tovább állunk kint, mint kéne, akkor általában kapunk egyet. Úgy tapasztaltam a Pershinggel is, és más hasonló tankokkal is. De hát a függetlenül nagyon szép volt, a fiúk megszerezték a 12 killt, gratulálok nekik. És ti pedig, hogyha tetszett a visszajelzés, akkor lájkoljátok a videót, és lájkoljátok a Facebook oldalt, és iratkozzatok fel a csatornán, ha még nem tettétek meg. Sziasztok!